keresztül nézzük. Elnök úr, érsek atya, kedves egybegyűlt emlékező közönségenek, a rendelkezésre álló rövid idő alatt 56 mutathatóságát, és ebből a napokról csak néhány ponton szeretnék egy összefoglalót adni. 56 mutathatósággal, dokumentumok rendelkezésre állása, azt hiszem, hogy két szót lehet mondani, fájó hiányok és a bőség zavara. Fájó hiányok, hogyha arra gondolunk, hogy nyilvánvalóan vannak megválaszolatlan kérdések, akár csak azt tekintve, hogy kik és hogyan vezényelnek, milyen parancsok alapján a sorvizeket, akár csak arra tekintünk, hogy nagyon jó volna egyszer olyan egyetemi forrásokat látni, amelyeket az orosz hadsereg vezetői, vagy éppen az itt jelenlévő KGB-sek küldtek haza Moszkvába. Tehát vannak fájó hiányok, de azt gondolom, hogy ez nem veszheti el az, hogy a bőség zavara is rendelkezésünkre áll, hihetetlenül sok forrásunk van, és néha az a benyomásunk, vagy az az illúzió, hogy tulajdonképpen azért alapjában nyilván mindent tudunk 56-ról, és csak néhány rész kérdésben árnyalatokban kellene színezni a képet. De azt hiszem, hogy ennél sokkal több a teendőnk, és erre két példát szeretnék hozni, még nem csak kérdések, nem csak a képszínezéséről, hanem alapvető kérdések újra gondolásáról is van szó, ami előttünk áll. Az Állambiztonsági Szolgálatok levéltárában a legfőbb ügyészséggel és a kúriával együttműködésben indítottunk el egy kutatást, amely a hatalmi képezetre, a kádári hatalmi elitre fókuszál, és azt vizsgálta, hogy kik vettek részt az 56-ot követő megtorlásban, az apparátusban, a fogas helyekkel. Először azt gondoltuk, hogy ez a kutatás tulajdonképpen egy népsor fog nekünk előhozni, és amikor az anyagokhoz hozzáfértünk, akkor döbbentünk rá, hogy kinyitottunk egy ajtót, ami egy egészen új szempontrendszert hozott elénk. Nem csak azért, mert azok az életrajzok, jellemzések és önéletrajzok, amelyeket a kezünkbe fogtunk, nagyon pregnánsan mutatták meg a sajátos összefonódást és kontinuitást a Rákosi rendszer és a Kádár rendszer között. A részletekben belemen menve egy példát hozva tudjuk azt, hogy vannak olyan ügyészek és bírák, akik a Rákosi korszak törvénytelenségében részt vettek, és mégis a kádári megtorlásra nemet mondtak, és pontosan ezért nagyon nagy többségében a mégis ebben szerepet vállalók közül nagyon sokan, igen fiatalon, 20 és 30 évesen vesznek részt halálos ítéletek meghozatalában. De ez egy másik kérdésre is rávetíti a figyelmet, hogy ezek a karrierek sokszor a megtorlásban kezdődnek, és bizony a kádár korszakban folytatódnak. Tehát amikor 56-ról beszélünk, akár a hatalmi gépezet szempontjából, akkor nem 56-ról beszélünk, mert 56-nak a rendszerváltásig tovább nyúló hatásairól. Az úgynevezett konszolidált kádár rendszer 70-es, 80-as évekbeli kádár forgójának egy nagyon fontos szerepére nyitottunk tükröt akkor, amikor ezeket az életpályákat végignéztük. Olyan emberekről van szó, akik nagyon sokat tudtak a megtorlásról, benne voltak, belülről ismerték, akik információ birtokosa, a hatalom birtokosa is, ezért különösen fontos kérdés, hogy mit tettek el az emberekkel a késő kádár rendszerben. De ha a társadalom szempontjából nézzük 56-nál kutatható forrásait, akkor legalább ilyen fontos kérdésekkel kell szembesülnünk. Éppen a Rendszerváltás Történetkutató Intézetben összefogásban kezdtünk el éppen a Magyar Nemzeti Levéltárral egy olyan nagy átfogó kutatást, amely 56-nak nem a kiemelt pereiről, hanem a tömegpereit vizsgálja. És itt bizony olyan új hangsúlyra kellett odafigyelnünk, ami 56 képét is, és a megtorló perek képét is azért nagyon mélyen árnyalja, sőt új dimenziókba helyezik. Itt most megint csak két szempontra hívnánk föl tulajdonképpen hívószó szintjén a figyelmet. Az egyik az az, hogyha ezeket a pereket egymás mellé nézzük, tesszük, akkor tulajdonképpen az lenni ki, hogy nem csak arról van szó, hogy az 56-osokat politikai ügyekért elítélik, és
forradalmánkból ellenforradalmánkat csinálnak, tehát átminősítik a tevékenységüket, hanem nagyon sokszor olyan dolgokért ítélik el őket, amelyeket nem követtek el. A tudatlan a szertelőknek előtt nem kell azt hiszem részesen bemutatni. A konkrét gyilkossági vádon túl tudjuk azt, hogy van egy nagyon komoly történész vita, amely arról szól, hogy vajon volt egy koncepciós felekötve, után vagy nem. A Tóth Ilona ő, az koncepció se vagy nem. Na most, hogyha ezeket a vidéki feleket és a pezsi feleket egymás mellé tesszük, Tumbász Ákos felé, Gulyás Lajos református lelkész felé, vagy éppen egy más kiskuni példát hozzak, Túri Mihály, Kömpöci kiskun majsai felé, akkor azt látjuk, hogy bizony tömegével vannak olyan perek, ahol világosan és egyértelműen dokumentálható, nincs vita, hogy olyan hamis tényeles alapján ítélnek el embereket, amiket nem követtek el. Borsodi kollégánk nézte meg a Miskolc és környéki pereket, és ő megfejtetteket kimutatta, hogy a kádári megtorló hatalom által gyártott iratanyagból is kimutatható, hogy a perek 58%-ában hamis tényeles alapján ítéltek el valakit. Tehát a kontextus az hihetetlenül fontos olyan kiemelt perek, kiemelt ügyek értelmezésében is, mint a Tóth Ilona ügy. De legalább ennyire fontos ezekben a perekben, hogy nem csak, hogy koncepciósok voltak, hanem ezeknek a koncepcióknak, a hamis tényállásoknak az alapja, amiről ezek szóltak, ez tulajdonképpen nem volt más, mint 56 és az 56-osok köztörvényesítése, kriminalizálása. Hiszen ezek a megtorló perek és ezeket, hogyha egymás mellé teszik, feketén-fehéren kiderülnek, nem csak a bosszúról szólnak, nem csak a társadalom megfélemlítéséről, de egy tömeg média korában a propagandáról. Arról, hogy a forradalomnak azt a tisztaságát, amelyről már nagyon sok szó esett, megpróbálják beszennyezni. És itt jutok el a naplók kérdéséhez. Hiszen azok a forrástól, amikről én most beszéltem, a hatalom által gyártott forrásanyagok sajnos óvatlanul ebből van a legtöbb. És hogyha nem vigyázunk, akkor a Kádár rendszer szemüvegén keresztül fogjuk mi történészek újraélni 56-ot. És ezért a naplóknak bármennyire is töredezettek, bármennyire is személyesek és szubjektívek, de kortárs források, hihetetlenül fontos szerepük van. Különösen, ha olyan érzékeny és kiváló emberek írták, mint amilyen például Bíjés Gyula és Németh László. Két rövid példát hoztam, amely megmutatja azt, hogy milyen is ilyen fontos számunkra történészek számára is ezek a források, Bíjés Gyula. Azok közé, a magyarok közé tartozom, akik népüket bomló, veszendő népnek érezték. Ezek óta a tiszta egyű október végi napok óta másképp vélekedett, mint annyi magyar valamiképpen azt érzem, mintha még vér is más kezdene járni bennem. Németh László pedig is egy nagyon fontos dolgot mond, a magyar forradalomnak ez volt tán a legnagyobb meglepetése. Sokkal nagy lelkűbb volt, mint bárki remélhette volna. A Rákosi rendszer nem csak nyomta, bizonyos értelemben nevelte is a nemzetet. Bíjés Gyula és Németh László más szavakkal, de ugyanarról beszél. Arra, amit mi történészek a forradalom törvényességéről, rendpártiságáról, tisztaságáról szoktunk beszélni. Törvényesség, tisztaság, méltányosság. Ha megnézzük az 56-os megtorló pereket történészek, Rusznyai Árpád, Tihanyi Árpád, Földes Gábor, Gulyás Lajos, vagy éppen János Salmán, Szobonya Zoltán, akiket nyilvánvalóan Bíjés Gyula és Németh László nem ismerhetett, de ráérzett ezek az emberek egy-egy közösségben a törvényesség őrei voltak, a rendpárti forradalmárok, akik még a saját politikai ellenfeleikkel is nagy lelkűek és méltányosak voltak. Kádári propaganda, a perek többek között ezt a tisztaságot, ezt a rendpártiságot adnak, ezt a hihetetlen emelkedettségét, valóban emelkedő nemzetlétét, az elköltségét akarták kikezdeni. A perek ezt a képet hagyták rá. Nekünk történészeknek vissza kell fejtenünk a perekből az igazságot, és ezek a naplók, amelyek a korabeli legfontosabb benyomásokat rögzítették, legkiválóbb íróinktól tapintottak rá
56 énekére nagyon segítenek nekünk irányítőként, hogy megértsük 56 énekét, azt a mentalitást és azt a magatartást, ami a földalmánokat segítő értelmiséget és az egész magyar társadalmat átadott.